Szeretettel köszöntöm a drága testvéreimet, kik szokták követni ezeket a bibliai tanulmányozásokat. Lukács evangéliumánál járunk, 12. fejezet, és már is belecsapunk, kedves testvéreim, az Úrban olvasom. Közben tízezres tömeg verődött, gyűlt össze körülötte, annyira, hogy úgy, hogy egymást taposták, először csak a tanítványainak kezdte mondani, óvakodjatok a farizeusok kovászától, amely a kétszínűség. Egyértelműen a farizeus kovász, ugye tudjuk azt, maga a Vatikán, és tudjuk már mindjárt azt, hogy a Vatikán alá csatoltak az egyházak, karizmatikus gyülekezetek eladták a mammonnak az ő szívüket, és ez maga a kétszínűség, és tudjuk azt, hogy egy világvallás van, és azt is tudjuk, hogy most azon munkálkodnak, hogy majd egy világvezetés lesz, egy ember fogja vezetni az egész világot, ez maga majd az Antikrisztus lesz. Nincs pedig semmi elrejtve, ami le ne lepleződnék, sem oly titok, ami ki nem tudodnék. Azért, amit a sötétben mondotok, fényes nappal halljátok majd vissza, és amely a fülbe suktatok, a kamrában azt a háztetőről fogják hirdetni. Ezt mondom pedig nektek, barátaimnak, nehogy féljetek azoktól, akik a testet megölik, és azontól azután semmi többet nem tudnak tenni. Hát ez maga a hivatalok bármi, ugye tudjuk a Szentírásból az igaz keresztényeket, kik nem adják el a lelküket a mammonnak, nem lépnek be a kétszínűség csapatába, azokat üldözni fogják. Na de nem kell félni tőlük, aki a testet tudja ölni, ez maga ugye különböző világi szervezetek, de itt írja a Biblia, hogy ezektől nem kell félni. De megmutatom néktek, kitől féljetek. Attól féljetek, akiknek miután megöl, van hatalma a gyehennára vetni. Igen, mondom nektek, tőle féljetek. Ugye már ahhoz, hogy a gyehennára vessék valakinek a lelkét, ezt maga az ördög viszi le, ha nem volt megtérésben, nem született újjá, akkor bizony, hogy maga 1 Péter 1.9 írja, azért kell hitre jutnunk, hogy üdvösséget nyerhessen a mi lelkünk. Úgyhogy a tét nagyon nagy, és ezen kell munkálkodnunk, hogy valóban újjá születhessünk, hogy a lelkünk ne a gyenehára vigyék. Ugye 5 kis verebet árusítottak 2 fillérért, egyikükre sem feledkedik meg az Isten. Sőt, fejetek hajszála is mind számon van tartva. Ne féljetek hát, sok kis verébnél többet értek, drágábbak vagytok. Úgyhogy nincs mitől félni, Úr Jézus Krisztus mellett a legvégsőkig ki kell tartani, hogy üdvösséget nyerhessünk. Ezt mondom pedig néktek, hogy aki vallomást tesz rólam az emberek előtt, az emberfia is magáénak vallja, megvallja Isten angyalai előtt. Szóval aki nem tesz vallomást Úr Jézus mellett, majd mikor jönnek azok a kutya helyzetek, mert lesznek ilyenek, az ellen, afölött a Úr Jézus Krisztus sem fog vallomást tenni Isten előtt. Csak az, aki kitart Úr Jézus mellett. Aki azonban megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az Isten angyalai előtt. Szóval a maga Jézus sem fog vallást tenni azok mellett, akik megtagadják őt. Mindenki, aki az emberfia ellen szól, bocsánatot nyer. De aki a Szent Szellemet káromolja, nem nyer bocsánatot. Annak aztán húzták a harangot, aki a Szent Szellemet is elkezdi szidni, vagy káromoltatni, vagy különböző dolgokat mondani rá. Ugye például tudjuk azt, hogy ez a kundalini szellemiség, a röfögés, ájulás, röpködés, hanyattesések vannak, ez mind a kundalini kígyó szellemiségétől van. És a Biblia azt írja, hogy annak is jaj, aki a rosszat jónak tulajdonítja, és ugye azt hazudják, hogy ez a Szent Szellem munkája. Még közel sem a Szent Szellemnek, abszolút semmi köze nincsen hozzá.
Miközben Korintusi levél azt írja, hogy ékes rendben menjen minden, és nem ugatva, nem kukorékolva, és nem mondom, hogy miket művelnek, ilyet szerintem már mindjárt láttatok. Hemzseg a videó ezekről, a felvételekről nyugodtan meg lehet nézni, ezeknek nincs közük Istenhez. Amikor pedig a zsinagógában elöljárók hatóságok elé visznek, hurcolnak benneteket, nehogy azon tépelődjetek, hogyan és mivel védekezzetek, vagy mit mondjatok, mert Szent Szellem megtanít majd titeket abban az órában arra, mit mondanatok kell. Úgyhogy nem kell előre ezzel agyaskodni, hogy majd akkor mit mondunk, majd a Szent Szellem adja a szót a mi nyelvünk alá. Halleluja, dicsőség Istennek! Megszólalt pedig valaki a tömegből, tanítómester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem a sorsrészt, az örökséget. Ő pedig ezt mondta nekik, ember, ki tett engem fölétek döntőbíróvá, vagy részosztóvá? De azután ezt mondta neki, vigyázzatok, meglássátok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól. Mert nem a vagyonban való bővölködésből függ az ember élete. Szóval lehet neked 100 milliárdod is, több házad, bármid is, ez nem jelenti azt, hogy örök életed van, pénzé nem tudod magad megvenni Isten előtt, még véletlenül sem. Mondott pedig egy példázatot neki, egy gazdag ember jól termett földje. Fontolgatta magában, mit tegyek, mert nincs hová gyűjtenem a termésemet. És ezt mondta, ezt fogom tenni, lebontom a magtáraimat, nagyobbakat építkedek, majd és oda gyűjtöm össze minden gabonámat és javaimat. És ezt mondom a lelkemnek. Lélek, sok javad van neked, sok esztendőre eltéve, pihenj meg, egyél, igyál, légy vidám. Így gondolkoznak a gazdagok is. Mikor már megfelelő anyagi összeg van, itt is egy kis vagyon, ott is egy kis, amott is, emitt is, amott is. Hát mi bajom lehet, hátradőlök. Csak hogy a vagyon minket nem fog fölrepíteni a mennyek országába. Isten pedig ezt mondja néki, esztelen, esztelen, meggondolatlan. Ha éjjel elkérik, számon kérik a lelkedet tőled, akkor amiket készítettek, éjjel lesz. Mert ugye mindent itt fogunk hagyni a földön. Akinek 10 háza van, 10-et, akinek 1 háza van, 1-et, és akinek semmi esik, az a semmit is itt fogja hagyni, mert 1-et tudunk csak, hogy csupaszon jöttünk mi ebbe a világba, és csupaszon is megyünk vissza, és mi ebbe a világba semmit nem hoztunk. Semmit, még magunkat se, hiszen Isten küldött minket, hogy leszülessünk erre a földre. Úgyhogy itt semmi nem a miénk. Így van az, aki kincset gyűjt, halmoz magának, és nem Istenben gazdag. Filippi levél egyértelműen leírja, hogy elsősorban szellemi gazdagságra törekedjetek. Azaz legyen igeismereted, Szent Szellem által légy újjászületve, Istennel legyen kapcsolatod, és ez legyen neked az első, és a gyöngyöket ott fönn gyűjtsed, és nem itt a földön, amit egyik perc a másikra el tud veszíteni. És ebbe a korszakba beleléptünk, ilyen helyzetek fognak majd jönni. Majd így szól a tanítványaid, azért mondta nektek, nehogy tépelődjetek a lelketek miatt, hogy mit tegyetek, sem a testetek miatt, hogy mit öltsetek föl, mert a lélek több, mint az eledel, táplálék, és a test több, mint az öltözet. Gondoljatok, figyeljetek a hollókra, hogy nem vetnek, sem nem maradna, nincs kamrájuk, sem magtáruk, Isten táplálja őket. Mennyivel többet értek ti a madaraknál? És ezen el kell gondolkodni. Mennyivel többet érünk a madaraknál? Nagyon sokkal. Ki pedig közületek az, aki tépelődésével hozzá tud tenni a termetéhez egy alasznyit is? Hiába agódsz, attól nem fogsz tovább élni, hiába agódsz, attól nem oldódik meg az a dolog, hanem Istenre bízd az életedet, és ő meg fogja oldani minden egyes zökkenőt, zökkenőmentesen. Dicsőség neki. Ha tehát legkisebbre sem vagytok képesek, mit tépelődtök a többi felől?
figyeljétek meg a virágokat, hogyan nőnek. Sem nem fonnak, sem nem szőnek, de mondom nektek, hogy Salama minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig medőn füvet, amely ma van, holnap kemencébe dobják, Isten így öltöztet mennyivel inkább titeket, kicsiny hitűek. Szóval a hitünket mindenféleképpen Istenbe kell vetni. És a Szentírásban, a Vida Sándor fordításában mindenhol az van írva, hogy hit hűségedet megtartsátok. Szóval nem csak hit, hanem hűséggel legyen hited Istenbe, akkor is, mikor a dolgok nem jól mennek. Ti se kérdezgessétek, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, és nehogy nyugtalankodjatok, kételkedjetek. Ugye már a kételkedés, ha ott van, az már maga az ördögtől van. Mert ezeket mind a világi nemzetekből valók, nem zsidó népek keresik. Atyátok azonban tudja, hogy szükségetek van ezekre. Inkább keressétek az ő királyságát, ezeket ráadásképpen megkapjátok. Szóval az Úrhoz kell közel lenni, csak az Urat keresni, és az Úr be fogja ezeket tölteni. Dicsőség neki! Nehogy féte parányi, kicsi, maroknyi nyáj. Szóval Isten itt azt mondja, maroknyi nyájról van itt szó, nem nagy tömeg fog majd üdvösséget nyerni. Ez nagy tévedés, kedves testvéreim, hát hiszen azt, ha leszámítsátok, hogy az összes egyház a Vatikán alatt van, és az összes karizmatikus gyülekezetek 95%-a a Vatikánnál van, a fejkóta véget, akkor ki a pici nyány, már is kevesen vagyunk. Mert ezek egyik se fog üdvözülni, hiszen le van írva a Jelenések 13-as fejezet 8-as ige versében, hogy azok mentek a Vatikán alá, akik nincsenek beírva az élet könyvébe. Akik nincsenek beírva az élet könyvébe, azok automatikusan a pokol mélyén fognak fölébredni. Nehogy féte pici nyáj, mert úgy látja jónak az atyátok, hogy nektek adja a királyságot. Szóval az Isten királysága a pici nyájnak adatot, kedves testvéreim. Még egyszer megismétlem. Az Isten királysága pici nyájnak adatot, nem a nagy tömegnek. Aki a nagy tömegű gyülekezetekbe jár, téves helyen van. Erre írja a Szentírás, én népem szaladj ki onnét, hogy ne kapja az ő csapásaikból, mert hogy az Úr bizony csapásokat fog majd oda mérni. Adjátok el, amitek van, adjatok a lamizsnát, szerezzetek magatoknak olyan eszét, amely nem avul el, elfogyhatatlan kincset az egekben, ahol a tolvaj nem jut közelébe, és ahol most sem rágja meg. Úgyhogy a kincseket, gyöngyöket ott fönt kell küldeni, nem a ósemba a pontokat, hanem ott fönt. Mert ahol a kincsetek, ott van a ti szívetek. Ahol a nagy vagyon gyűjtögetése folyik a földön, az a szív az ott van, és nem fönt. És ennek mindenféleképpen fordítva kell, hogy legyen. Legyen derekatok fölött övezve, égjen a mécsesetek, azaz világítsatok, legyetek betöltekezve, Szent Szellemmel, és fény legyetek a szellemi vakoknak. És tőled emberekhez hasonlítsatok, akik urukat várják, mikor jön meg a mennyegzőből, hogy mikor megérkezik, kopogtat, mindjárt ajtót nyissatok neki. Szóval ne legyetek belealudva, mindahogy belealudtak, ugye, meg a szüzekről is már volt tanítás, és bizony az öt balgatag az nem is jutott be a mennyek országába. Boldogok azok a rabszolgák, akiket az Úr vissza vírasztva ébren talál, amen, mondom nektek, hogy körülövezi magát, asztalhoz telepíti őket, és oda megy, hogy felszolgáljon nekik. És ha második vagy a harmadik őrváltáskor jön is meg, és így találja őket, boldogok azok a szolgák.
Szóval nem beleállódtak a várakozásba, hanem türelmesen, lendülettel, hitűséggel várják a mi atyánkat, az az Úr Jézus Krisztust, hogy a elragadtatáson részt vehessenek. Ezt pedig tudjátok meg, hogy ha tudná házigazda, hogy mely órában jön a tolvaj, nem hagyná, hogy betörjön a házába. Ti is legyetek készen, mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el az ember fia. Péter pedig ezt mondta, Uram, nekünk mondod ezt a példázatot, példabeszédet, vagy mindenkinek? És ezt mondta az Úr, ki hát a hű és okos gondok, akit az Úr házanépe fölé rendelt, hogy kiadja a kellő idében kimért gabona részüket, járandóságukat. Boldog az a rabszolga, akit ura, mikor megjön, ilyen munkában találja. Igazán mondom nektek, hogy minden vagyona fölé állítja őt. Az Úrnak a vagyona fölé fogja ezeket a személyeket állítani, aki ekkor ebben a munkában fog az Úr találni. De ha azt mondja a szívében a rabszolga, még soká nem jön, elidőzik az Uram, s verni kezd a szolgalegényeket, szolgalányokat, enni és inni és részegeskedik kezd. Megjön annak a rabszolgának az ura egy napon, amelyen nem várja, és abban az órában, melyet nem ismer, és ketté vágja őt, a hűtlenek sorsára juttatja. A rabszolga pedig, aki ismerte az ura akaratát, és nem végezte el, így nem tett akarata szerint sok verést kap. Aki pedig nem ismerte, és így tett verést érdemlő dolgokat, csak kevés verést kap, mert mindenkitől, akinek soka adatik, sokat követelnek. És aki sokat bíznak rá, attól többet kérnek számon. Ez a talentumokról is tudjuk, mikor ugye tudjuk, volt egy talentumos, a sötétségben volt, ugyanazt visszaadta, nem szaporította meg, de a négy talentumos és a öt talentumos megszaporította, és maga az Úr megdicsérte őt, és még többet adott neki. Szóval minél többet kapsz, akár ajándékot, több ajándékod is van a szolgálatra, annál többet vár el az Úr tőled. Szóval ilyen, hogy padon ülő szolgálat, ilyen nincsen, kedves testvére, miért nem olvasunk a Szentírásba. Ez csak a nagy gyülekezetekben van, hogy ott ücsöröksz, ücsöröksz és ücsöröksz, 10 év után, 20 év után, és neked ennyi elég. És azt hiszed, hogy az Úrral vagy. Tévedés. Tüzet dobni jöttem a földre, és mit akarok, mivel hogy az már felgyulladt. De van még egy bemerítkedés, amelyet be kell merítkedni, és mennyire szorongok, mi ez végben nem megy. Azt gondoljátok, hogy azért jöttem a földre, hogy békét adjak? Nem, mondom nektek, hanem hogy széthúzást. Az igaz, a bűnöstől szét fog válni. Az igaz, a hamistól szét fog válni. És ezek elkezdődtek már a gyülekezetekbe, aki kapott bölcsességet, az fölismeri, és kiszabadodnét. Mert mostantól fogva öten lesznek egy házban, akik megoszlanak egymás közt, 3-2 ellen, 2-3 ellen, még családon belül sem lesz egység. Szembeszáll az apa a fiával, fiú az apával, anya a lányával, lány az anyjával, az anyós a menyével, és menny az anyósával. Mindenki egymással szembe megy, és ez így lesz családon belül is, ha a Szent Szellem nem vett lakodást a különböző szívekbe, családon belül is, mert az egyik így látja, a másik úgy látja, az egyik ebbe hisz, a másik abba hisz, a harmadik abba a gyülekezetbe jár, a negyedik meg ide jár, és konfliktus helyzet áll elő, mert nem egy szellemben vannak beszületve, újjászületve. Szólt pedig a tömegkel is, mikor látjátok, észreveszitek, hogy a nap nyugtáról eső felhő támad, mindjárt mondjátok, zápor jön, és ez így be is válik. És mikor délről fúj a szél, azt mondják, hogy hőség lesz, és meg is történik. Kétszínűek,
A föld és az ég arculatát meg tudjátok vizsgálni. Ezt a jelen mostani időszakot hogy nem vizsgáljátok meg? De miért nem ítélitek meg magatoktól is, mi az igazságos? Amikor ellenfeleddel a bíróhoz tartasz, útközben igyekezzél, hogy megszabadulj tőle. Nehogy a bíró elé hurcoljon, és a bíró ítélet végrehajtónak átadjon, majd és az ítélet végrehajtó tömlözve vessen. Mondom neked, ki nem jössz onnét, míg az utolsó fillérig meg nem adod azt. Szóval mindenkinek meg kell tudni bocsájtani. Haragban nem lehet senkivel se, ugye erre mondja az ige is, hogy ám haragudjál, de ne tedd le a fejedet úgy alvásra, hogy nem bocsájtottál meg. És maga Pál apostol is azt mondja, hogy tudjátok be a veszteséget is a békessége. Szóval neked mindent el kell követned, hogy békesség legyen a te szívedben, meg tudjál bocsájtani. Mert akkor aztán, ha nem, akkor mindenért meg fog születni, amit régen elkövettél, 5-10 vagy akár 20 évvel ezelőtt, mindazokat eléd hozzák, és neked ezért meg kell tudnod fizetni, és meg is fog fizetni, aki nem tud szívből megbocsájtani. Jelen voltak pedig abban az időszakban néhányan, akik hirtoztak neki azokról a galilbeliekről, akiknek vérét a Pilátus áldozatok vérével keverte össze. És válaszul ezt mondta nékik. Azt mondjátok, hogy ezek a galilbeliek bűnösebbek voltak. Azt gondoljátok, bűnösebbek voltak a többi galileiektől, mivel ezeket elszenvedték. Nem mondom nektek, hanem ha gondolkodás nem változtattok, észre nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. Szóval itt ebben a görög fordításban mindenhol az van, hogy a gondolkodás módunkat meg kell változtatni. Idáig mentünk a széles úton ebbe az irányba, és hogy megismertük Úr Jézus, megkaptuk a bölcsességet, rálépünk a szűk keskeny útra, amely a Máté evangélium is írja, hogy igen kevesen ismerték meg, de hát itt mindenhol a pici nyájról szól az egész történet, nem a széles tömegről, aki halad a széles úton és pokolva fog fölébredni. Szóval ehhez egy gondolkodásmód megváltoztatására lesz szükség, és a Szentírás leírja, hogy újuljon meg a ti elmétek ige által. Hogy tudsz te másképp gondolkodni? Úgy, hogy a szívedbe beengeded az igét, maga az ige a mennyei atyánk, és ott a szívedbe bement, és ő munkálkodik a te életeden, és így elkezdesz másképp gondolkodni, és akkor nem gyűlölködsz, nem veszekszek, hanem szeretettel meg tudod áldani még azt is, aki tücsköd, bogarat szór rád. És válaszol azt mondanék, azt gondoljátok, ezek a galilei bűnösek, ezt olvasom. Megyünk tovább, 4-es igevers. Vagy az a 18, akik rádölt a torony Silámban, megölte őket. Azt gondoljátok, hogy azok vétkesebbek voltak, mint Jeruzsálem lakói közül bármelyik ember? Ezt kérdezte Jézus. Mondom nektek, nem. De ha nem változtattok a gondolkodás módotokon, mindnyájan éppen úgy elvesztek. Szóval is, maga Úr Jézus Krisztus nem cirógatta őket, hanem az igazságot kimondta, hogy meg kell változni a gondolkodás módotoknak, mert ti is ugyanúgy jártok, ahol ott csapások voltak, mert hogy ti sem vagytok különbek. Úgyhogy itten teljes gondolkodásmód változtatása van szükség. Ez csak ige által működik, kedves testvéreim. És még ráadásul nem is farideusi módra, hogy bemagolod, vagy elvégzel egy teológiát, hanem a szívedbe kell beengedni, hogy az újjászületés megtörténjen a te életedbe. Azután pedig ezt a példázatot mondta, egy hüge volt valakinek a szőlőjébe ültetve, és oda ment, hogy gyümölcsöt keresett rajta, és nem talált. Erre ezt mondta Vincellérnek. Nézd, 3 éve, hogy ide járok gyümölcsöt keresni e fügefán. És nem találok. Vágj ki, miért foglalja a földet hiába.
Az pedig így válaszolt neki: Uram, hagyd meg még ebben az évben, míg körül ásom, megtrágyázom. Hát, ha termő gyümölcsöt hoz jövőre, ha pedig mégsem, akkor majd kivágom. Mit kell tudnom? Az, hogy a kiképzés 3 év, mind ahogy a tanítványaiknak is 3 év volt, Jézus tanítványainak. És akkor elküldte őket, gyümölcsöző volt, mind a 12 apostol tudjuk. Ugyanez a helyzet, mikor már 2-3 éve jár egy gyülekezetbe, ahol valóban Isten szerinti tanítás folyik, és nem született Szent Szellem által újjá, akkor kap még egy lehetőséget, még egy évet, és továbbra is csak testi keresztény marad, gyümölcstelen, semmi gyümölcseni, még véletlenül sem még egy legyet sem térített meg, még csak egy légynek sem mondta el, hogy miért kellene megtérni, és mert hogy van pokol, van mennyek országa, és egy dőj hátra, ez mint hamis tanítás, hazugságok, ezek nem fognak a mennybe kerülni. És ha megkapta a 4. évet, ha nem, azt mondja, az ige ki kell vágni. Akkor avval az emberre semmiféle lehetőséget nem tudsz már kitalálni, hogy ő megtérésre jusson, hiszen 4 éve, hogy az ige csírja, gyengéket hurcoljátok. 4 évig hurcolod őt, és nincs változás az életében, nem látsz gyümölcsöt. Maga Jézus is azt mondta, a gyümölcseit nézd meg. És ha nem látod a gyümölcsöt, akkor szépen nyugodtan hagyd, mert azok az idők mind veszteségek, amit még utána bele akarsz tolni abba a szemébe. A fügefa egyébként a zsidó népet ábrázolja, ugye, ha Jézus Krisztus ott volt 3 éven keresztül, elsősorban a zsidóké jött, ugye, és mégsem jutottak megtérésre, sőt, mi több, ők akasztották fel őt. Tanított pedig az egyik zsinagógában szombatonként. És lám volt ott egy asszony, akiben a gyengélkedés szelleme volt 18 éve, és össze volt görbedve, és nem volt képes teljesen felegyenesedni. Amikor pedig Jézus meglátta őt, magához szólította, odahívta, és ezt mondta neki: Asszony, fel vagy oldozva a betegségből. Mert Úr Jézus Krisztus a szíveknek, veseknek vizsgálója volt, és a mennyei atyánktól ő erre hatalmat adott, kapott, és ő ezt meg is cselekedte, feloldozta a betegség elől. Rátette a kezét, és rögtön felegyenesedett, és dicsőítette Istent. Erre válaszul a zsinagóga elöljárója, felháborodott, a farizeusi jelleműek, méltatlankodott, mivel hogy szombaton gyógyított Jézus. Ezt mondta tömegnek: 6 nap van, amelyet dolgozni kell, tehát azokon jöjjetek gyógykedeltetni maguktok, és ne szombat napján. Ezt a zsinagóga vezetője mondta, ugye nyilván a farizeusi jellemű, ahelyett, hogy örült volna, hogy meggyógyult valaki, nem örült, hanem még fölháborodott. Az Úr pedig így válaszolt neki: kétszínűek. Ezek a farizeusik, meg akik a Vatikán alatt vannak, ezek mind kétszínűek, kivétel nélkül ám. Komoly színészi tehetséggel rendelkeznek. Kétszínűek. Azt mondja, kétszínűek. Szombaton nem oldja el mindedikőtök az ökröt, vagy a szamarát, a jászoltól, és nem vedeti el megitatni? Hát ők se különbek. Ők azokat megfették, az közben ők sem különbek, mert ezeket megcsinálták. Itt mondta Úr Jézus nekik. De Ábrahámnak ez a lányát, aki a sátánnal ám, 18 éve megkötözte. Szóval gyengélkedések, mindenféle bajok a tisztátalan szellemektől vannak, meg vannak kötözve szellemben, amit emberek nem látnak, nem is hisznek, mert szellemi vakok. Ezekre mondja a Szentírás: van szemük, de nem látnak, van fülük, de nem hallanak. Nem kellett elfeloldani ebből a kötelékből szombat napján. És mikor ezeket mondta, elszégyelték magukat mind, akik ellene voltak. És a tömeg mind örült azoknak a dicsőséges dolgoknak, melyek által történtek. Azután ezt mondta: mihez hasonlít Isten királysága, és mihez hasonlítsam?
Hasonló a mustármaghoz, melyet fogott egy ember és elvetett a kertjébe. S fel is nőtt, élő fává lett, s az ég madarai fészket raktak az ágai közé. S ismét szólt, mihez hasonlítsa Isten királyságát? Hasonlít a kovászhoz, melyet vett egy asszony, belekeverte 3 mérce lisztbe, míg nem az egész megkelt. És a városokon, falvokon áthaladva tanított, és így tette meg az utat Jeruzsálembe. Így folytatta útját Jeruzsálem felé. Ezt mondta pedig valaki neki. Uram, ugye kevesen üldöznek, ő pedig így szólt hozzájuk. Küzdjetek, tusakodjatok. Bemenni a szűk kapun, mivel hogy sokan, mondom nektek, igyekeznek bevenni, és nem bírnak. Kedves testvéreim, ezek nagyon súlyos szavak. Még egyszer felolvasom, mit mondott Úr Jézus Krisztus, mert itt megint azt veszem el az igéből, hogy nem azt mondta, hogy dőj hátra, az Úr így szeret, ahogy vagy, Jézus elvégzett mindent a Golgotai kereszten, te csak dőj hátra, nyugodtan paláználkodjál, hazudjál, továbbra is azt tedd, amit idáig csináltál, mész a mennybe. Ezt tanítják a kegyelmesek. Ez egy szedetvedett halottság. Nézzük meg, mit mondott Úr Jézus Krisztus. Küzdjetek, tusakodjatok. Kivel küzdjetek? Hát nem a test és vér ellen van nekünk tusakodásaink. Mi nem azokkal küzdünk és tusakodunk, akik testiekben ellenünk vannak. Mi tudjuk azt, hogy démonizált állapotban vannak. Hanem az a démon, aki ő bennük van, az ellen tusakodunk. Mert Efézusi levél is írja, hogy nekünk test és vér ellen nincs tusakodásaink. És itt írja a Biblia, hogy nekünk tusakodnunk, küzdenünk, harcolni, nem hátradőlni. De kivel? A tisztátalan szellemekkel, az ördög csapatával. Mert Istennek van egy ellensége, az ördög és a csapata. És Isten fiainak is van egy ellensége, az ördög és a csapata. Aki testi keresztény és már hátra van dőve, azokat nem bántja az ördög, hiszen azt mondja, ha jó, de jó, csak maradj itt, nem bántalak, én fogok érted jönni. Honnan tudjuk ezt? Mikor Úr Jézus Krisztusai jöttek, hogy elfogják őt, azt mondta tanítványainak. Jön ám az ördög, értem, de nem talál bennem fogást. És nem is talált. Dicsőség Istennek. De akibe talál fogást, azt megfogja, elragadja és viszi a lelkét a pokolba. Nagy a tét. Szóval itt ki van írva, hogy küzdeni kell és tusakodni. Bemenni a szűk kapun, mert szűk ez a kapu. Hát nehogy hátadőjé már a széles kapu. Hát a széles kapu a pokolba vezet, testvére. És küzdés nélkül nincs üdvösség. Még egyszer mondom. Küzdés nélkül nincs üdvösség. Mivel a sokan, mondom nektek, sokan, igyekeznek bemenni, és nem bírnak. Szeretnének bemenni, hát nyilván a bűnösök is. Az öt balgatag is szeretett volna bemenni, pedig azok bűnösök sem voltak, hanem hite hagyottak. És nem jutottak be. Valaki másképp tanítja ezt, kedves testvérem, ki kell mondani, ez halott tanító, halott proféta, halott apostol, halott pásztor. Attól fogva, hogy a házigazda felkelt, bezárta az ajtót, és ti kívül állva kopogtatni kezdtetek az ajtón, és ezt mondjátok. Uram, nyisd ki nekünk, és ezt válaszolja majd nektek. Nem tudom, ti honnét valók vagytok. Na így járt az öt balgatag szűz is. Nem jutott be a mennyekországába. Akkor elkezditek mondani a szemed láttára, ettünk, ittunk az utcákon, teleinken tanítottál. Erre ő ezt mondja nektek, nem tudom honnét vagytok, távozzatok tőlem mindnyájan ti, akik igazságtalanságot műveltetek. Ott lesz sírás és fogcsikorgatás.
Amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot, prófétákat, mind az Isten királyságában, magatokat pedig kirekesztve, kitaszítva belőle. Eljönnek keletről és nyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten királyságában. Lám vannak utolsók, akik elsőkké lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek. Még abban az órában néhány farizeus jött hozzá, akik ezt mondták neki, menj távol el innét, mert Heródes meg akar téged ölni. És ezt mondta neki, menjetek, mondjátok meg annak a rókának, lám démonokat hajítok ki, és gyógyítok ma és holnap, és harmadnap elérkedek a végcélba, bevégzem. Csak hogy nekem ma és holnap következő hátra levő napokon folytatom kell utamat, mert nem lehetséges, hogy proféta Jeruzsálemen kívül vesszen el. Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölted a profétákat, megkövezted azokat, akik hozzád küldöttek. Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, hogy a madár a fiókáit szárnya alá, és nem akartátok. Meglátjátok, elhagyatott lesz a házatok, de mondom néktek, nem láttak engem, még el nem jön az idő, amikor ezt mondják, áldott, aki jön az Úr nevében. És történt, mikor a farizeusok egyik vezetője házába ment szombaton, kenyeret enni, és figyelte, és szemmel tartotta őt, és lám egy vízkóros ember volt előtte. Jézus szólt a törvénytudókhoz, farizeusokhoz, ezt kérdezte, szabad-e megengednetek szombaton beteget gyógykedelni, vagy nem? Azok pedig hallgatták erre, rátette a kezét, meggyógyította, elbocsátott, és elküldte őt. Hozzájuk pedig így szólt, ha közületek valakinek a fia vagy ökre, szombaton esik a kútba, nem húzzátok ki azt mindnyájan? És nem bírtak válaszolni erre. Mondott pedig a meghívottak egy példálatot, példabeszédet, miközben megfigyeltek, hogyan válogatják az első asztali helyeket, és így szólt hozzájuk. Amikor valaki meghív lakodalomba, nehogy letelepedj a főhelyre, mert hát, ha nálad előkelőbbet is meghívott. És oda jött ki, meghívott téged is, meg őt is felszólít, add át neki a helyedet, és akkor a kezded szégyen szemre az utolsó helyet elfoglalni. Hanem, ha meghívnak, menj és telepedj le az utolsó helyen. Hogy mikor jön az, ki téged meghívott, azt mondja neked, barátom, jöjj feljebb, akkor megtiszteltetésben lesz részed. Minden asztaltársad előtt, aki együtt telepedett asztalod veled. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki megaláztatja magát, felmagasztaltatik. Annak pedig, aki meghívta őt, azt mondta, mikor reggelit vagy estebédet adsz, ne hívd meg arra barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se jómódú gazdag földieket, nehogy esetleg ők is visszahívjanak és viszonozzák neked. Szóval olyan embereket kell meghívni, akiről tudván tudod, hogy rá van szorulva, és biztos, hogy nem fog téged visszahívni. Ez az üzenete ennek az igének. Hanem amikor vendégséget rendelsz, hívd a koldusz szegényeket, nyomorékokat, csántákat, vakokat. Boldogok lesznek, mivel hogy nincs miből viszonozni, de te viszonozásban részesülsz, visszaadják neked majd az igazságosak feltámadáskor. Meghallotta pedig valaki asztaltársaságba ezeket, és ezt mondta neki. Boldog, aki kenyeret eszik Isten királyságában. Halleluja, dicsőség Istennek. Ő pedig ezt mondta nekik, egy ember nagy estevédet csinált, és sokakat meghívott. És elküldte a rabszolgákat estevéd órájába, hogy mondja meg a meghívottaknak, gyertek, mert már mindennek készen van. És elkezdtek mind a mentegetőzni, az első azt mondta nekik, szántóföldet vásároltam, és ki kell mennem, hogy megnézzem, kérlek téged, ments ki engem, fogad el mentségemet. És a másik ezt mondja, 5 iga ökröt vásároltam, és megyek, hogy kipróbáljam őket, kérlek téged,
fogadd el a mentségemet. Ismét egy másik azt mondta, megnősültem, feleséget vettem, ezért nem mehetek. Szóval nagyon sokan vannak a meghívottak, ez az ige azt üzeni, de kevesen, aki választottak. Mert ezek mind meghívottak voltak, de ők még az urat nem is méltatták arra, hogy menjenek, hanem a földi dolgokkal voltak megkötözve, és mindegyik a földi dolgokkal foglalatoskodott, sokkal többnek tartották ezeket a földi dolgokat, mint az Isten királyságába kenyeret enni. És visszatért a rabszolga, jelentette urának ezeket, akkor megharagud a házigazda, ezt mondta a rabszolgája, menj ki gyors város terei utcája, koldus szegényeket, nyomorékokat, vakokat, sántákat, hozd vezess ide be! És ezt mondta a rabszolga, uram, megtörtént, amit elrendeltél, még van hely? Az Isten királyságában nagyon sok hely van. Ez az üzenete ennek. És ott be kell, hogy töltődjön majd. Hogy mikor fog, ezt csak az Úr tudja. Mert mondom néktek, hogy azok közül, akik meghívott, senki meg nem kóstolja az én estebédemet. Nagy tömeg ment vele együtt, megfordult, és így szólt hozzájuk. Ha valaki hozzám jön, és nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fiútestvéreit, nőtestvéreit, sőt, még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Szóval gyűlölnöd kell saját magad lelki, testi bűneidet is, amit elkövetsz, és előbbre helyezed azt, hogy az Úrral legyél együtt, ezt meg kell tudni gyűlölni. Itt írja a Szentírás. És aki nem hordozza, veszi vállára a keresztjét, nem jön utánam, nem lehet nekem tanítvány. A keresztet nap, mint nap magunkra kell venni, és az Urat kell követni. Mert ki az közületek, aki a tornyot akar építeni, nem ül le előbb, hogy kiszámítsa költségeit, vajon futja-e a pénzéből, lesz-e annyi, hogy kivitelezze. Nehogy azután, hogy az alapot leratta, nem bírja bevégezni, és mind akik szemlélik, kicsúfolják, megszégyenül. Szóval elkezdett Isten királyságába járni, nagy rösszel, tart egy hétig, fél évig, egy évig, aztán teljes elbukás. Ezt mondják, az ember elkezdett építeni, nem bírta végbe vinni. Vagy melyik király az, ki háborúba indul, hadba vonul, és a másik király nem ül le előbb, nem tart-e tanácsot, vajon képes-e 10 000 katonával szembeszállni a 20 000 ellen. Ha pedig nem követséget küld hozzád, mikor az még távol van, és megérkezik, és béke feltételeket kérdezi. Nem hagyja, hogy lerohanják az egész várost egy bölcs vezető ilyen. Lehet, hogy Ukrajnának is ezt kéne tenni, nem a szovjetok ellen háborúzni, meg küldik a fegyvereket, azok könnyen küldik Amerikába, amik semmi bajuk nem lesz, csak meggazdagodnak a más kárán. Ahelyett, hogy esetleg feladnák. Így tehát mindenki, aki nem mond le minden esről, amilyen van, nem lehet a tanítványa. Szóval mindenről le kell tudni mondani, kedves testvéreim. Kitőne tehát a só, de a só elveszít ízét, mivel ízesítik. Se a földbe, se a trágyának nem alkalmas, kidobják. Akinek van füle, hallása, hallja meg. Kedves testvéreim, ez 3 fejezet volt, és most előbb befejezzük. És innét fogjuk folytatni majd a 15-től, ezek elég rövid fejezetek voltak, de nagyon nagy mondani valója volt, és egy imádsággal bezárjuk, drága mennyei atyám, kérlek Uram, hogy Te erősítsd meg mindnyájunknak a szívét, és mindazokért, akik már rá tudtak lépni erre az erős, szűk, keskeny útra, ez a pici nyáj, hogy valóban mindenünket oda tudjuk adni neked, Uram Istenem, és Téged szolgáljuk, és Te légy az első, ami szívünkben, Jézus Krisztus nevében. Amen.